Ezt a programunkat még 2011-ben találtuk ki, igazából a Vekerlei Kultúrház indított egy hasonlót, és akkor azt gondoltuk, hogy ezt kiterjesztjük az egész kerületre, hogy ön is említette, azóta már több mint 170 gyermek, szülő, nagyszülő fogadott örökbe Kispest szerte fát, tehát jó sok fával gyarapodott a kerület, most már leginkább az a problémánk, hogy hova ültessünk, hiszen nagyon sokan jelentkeznek erre a programra, sokan szeretnének a gyermeküknek fát örökbe fogadni, és ezzel együtt persze azt is látjuk, hogy évről évre időről mindenki megnézi a saját fáját, mennyire gyarapodott, időnként locsolják, öntözik, de természetesen az önkormányzat munkatársai is odafigyelnek arra, hogy ezek a fák végül ne hervadjanak el. Ennek kettős üzenete van, egyrészt szeretnénk a szülőknek egy picit kedveskedni azzal, hogy legyen valami, amivel megemlékezhetnek itt Kispesten is a gyermekükről. A másik fontos üzenet persze meg az, hogy mi is próbálunk odafigyelni arra, hogy kicsit zöldebb, rendezettebb, virágosabb legyen a kerület. Ugye az elmúlt időszak pontosan arról szólt, hogy növeltük a kerületben jelentősen a parkok és a zöld felületek arányát, és ez a program is szervesen illeszkedik ebben a sorban.